Ještě než střelím, nechám tě vybrat se rak. Adrenalin v krvi, právě připraven gax. Místo cukru míchám MDMA v mém kaf. Z kurvy syně modlí se, aby mě už zat. Volum doprava, stojím na červených světlech. Máš mé jméno v hubě, píčo, doufám, že zde. Egy kérdést szeretnék feltenni nektek. Hogyha meccsen vagytok, és ilyen szűkek a sorok, és amikor elmentek, de már ülnek ott, akkor hogy etikus, seggel vagy farokkal elmenni? Szerintem meg farokkal. Farokkal. Miért a seggel mész? Hát is seggel. De most az jó, de a farok annyival jobb lenne. A farok szemmicsit adsz neki. A Feri ilyen segges, én ilyen farkas vagyok. Na most ez van. Szevasztok, bástyák, T-közép, on the vlog, on the road. Cső. Nagyon rég nem találkoztunk, mert egy csomó dolgunk volt, és nem értünk rá ilyen hülyeségekre, mint YouTube videózni. Nem, ez vicc, ez csak kamu. Feri, hova megyünk? Hát bassz meg, vissza. Vissza. Most voltunk nemrég, de kívánja a szervezetünk Csehországot. Ilyenek vannak Csehország, itt a Zizi Top. Ez most más, mert futball lesz, annyi sírt a szátok, hogy mi van ennyi minden más, ami nem foci. Úgyhogy gyerekek, a Puma elintézte nekünk, hogy a Slavia Praha Barcelona Bajnokok Ligája mérkőzést a helyszínen tekintsük meg. Szinte majdnem egy év telt el, hogy tavaly láttuk Cristiano Ronaldo-t élőben. Most pedig Messi-t meg tudjuk nézni, hogyha minden igaz. Lett a Cristiano Ronaldo-s videó egyébként. Hát úgy volt a Puma is vele, hogy amíg nem lesz 100, addig nincs Messi. Messi sajnos nem mondta bele a mikrofonunkba, mert nem érte fel. Most fogunk Csehországba átérni, mert gyerekek, egy olyan autót kaptunk a Porsche Hungáriától, majd ezt körbe videózom, mert ha nem is nektek, de nekem legyen meg emlékbe, hogy mivel nagyon nagy gangster vagyunk ebben a kocsiba amúgy. Big Papa, breaking your own something proper. Signing off is the hardcore rap singer, aka crack slinger, bring it any time. Come on, motherfuckers, come on. 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 És izé, júj. Is van a Netflix poén, mert egyébként muszáj, tehát külföldre mentek, akkor mindenképp utasbiztosítást kell kötni. Hát főleg itt főleg. Bukaresti Relake Oncescu, itt hallod, viszi a tartályt. Már tudnék enni is valami. Igen, is van itt egy szemlincs. Nem, annyira nem biztos. Csak már ahogy gondolom, megérkezünk, majd vegyük valamit. Egy jó izé csemekibe. A faszomat, mindig megkezünk, bazd meg. Milánóba is hallod, úgy kellett, úristen. Hát mit rovázni kellett, hogy nem-e kibeljünk? Bolognai tagliatelle. Feri, milyen? Jó volt ez a bolognai, mint én, ez egy sajburger. Persze. Dortmundba megisztünk. Hát is. Jó, de most mit tettünk volna? Migránst? Migránsok kértek tüzet tőlünk az éjszaka kellős közepén. Ilyen tálakat hoz, mindig amikor valaki Prágából a tüzésztorizgat. Vannak ilyen kolbászokat minden, de szerintem inkább a némethez áll közel, mert ugye azt tudni kell a csehekről, hogy amiből ők rajok, az német. Te olyan okos vagy. Ha szeretnétek a cseh kultúráról behatóbban képet kapni, és egy igazán szórakoztató olvasmányt a kezetekbe venni, akkor Haseknek a Schweik című könyvét tudnám nektek ajánlani. Dominik? Schweik egy derék katona. Ja, azaz, Schweik egy derék. Jaroszláv Hasek. Jaroszláv Hasek, akkor jól emlékszem. Hát én is a kisra. Tudod, ki ezt tudnám hasonlítani Schweik karakterét, mint a tanúba pelikán? Szereti a mi nagy bölcs vezérünket? Há, hogy? Tényleg nagyon humoros, úgyhogy a Schweiket mindenkinek ajánlani tudom, csak nem fogod megbánni, ha elolvasod. És elolvastad utána googlizd rá Dominik Hasekre is, mert ő is rajt volt. Cseh csapatnak volt a kapusa, simán, meg akik
akik megnyerték a izét a 98-as téli olimpiát. Česká republika vyhrála veliký zápas, veliký boj. Ja, náluk ez a nemzeti sport szerintem, tehát ez a... Meg a rally. Meg a rally. Arra várnak, hogy egyszer eljöjjön itt egy autó. De szerintem a hoki az mindenek felett. Az a Petrocsa elment levezetni angol, nem tudom, olyan osztály hokiba is. Az első meccsén izé man of the match lett. Nálam a Bíros Péter is man of the match bármikor kézilapot. Az így van. Lép. Szoktad nézni az instáját? Bírosnak? Aha. Hát mikor basszus kenyereket eszik az? Kulí bismak a hordy víti do pěti. Přestaň, jediná z kterou by si chtěl mít děti. Přestaň, kulí díráš gauč místo tý párty. Přestaň, jediná který chceš kupovat dárky. Přestaň. Nézd a... Challenge Warriors. Jo. Challenge. Činžo, Mario. Včera bouchal šáňa, loupal kurvy, dneska sedí doma. Včera boubědy, večeře, mejdany, dneska ne, jenom ona. Prý jiná, prý dokonalá, prý lepší než ty všechny. Ale já ji znám, doufám, že s tou kurvou půjde na ty. Megérkeztünk Prágába, itt vagyunk a Hotel Tarantino, ha már ők lemadagaszkározták az országunkat. Azt a kurva. Akkor itt vagyunk a Hotel Tarantino-ba Csecsenföldön. A recepcióra most jövünk. Igen. Jó, van Feri, mire ne húgyozzá azért? Hát, ja. Hozzá járok. Room tour nem sokára. Nem a harmadikra vagyunk? De. De miért mentünk az ötödikre? Másodikon vagyunk. Ja? Ja, csak a tükörből ötös. Van egy egyedi, väcsinou pochádza z chudobné rodiny. Za celou splnit si svoje vidiny. Vyjebána zlatokopka. Teljes ki van egész Prága, hogy ide jön a Barcelona, a legnagyobb esemény, amit ever történt az osztrák-magyar monarchia óta. Od začátku ideš len na hotové, darčeky, kabelky, Louis Vuittonové, si vyjebána zlatokopka. Pusztító vacsorán vagyunk túl, úgyhogy az év végi cateringbe Prága fog a legutolsó helyen lenni. Botrány. Ennél már csak egy botrányabb van, az, hogy meccset akarunk nézni. Az... És ez megy a két. És ez megy. Tehát hangja van, és amúgy meg ez megy. Jó, ráfanyarodunk az M4.hu-ra. Ja, a bobákra. Jó, te nagyon nagy rómás vagy. Folyamat, majd megvilágosodsz. Ez a tartalom Magyarországon érhető el. Mi? Baszd meg, még ezt nem szólják, geci. Most komolyan nézzük nőről a labdát megint. Irítkezzet, hogy kivel tudta, csak a Szentolcsi bácsival tudtál pocsizni. Úristen. De kukó nélkül ez sem ugyan. Nem, az igazi. Mármint Kovács is van. Igen, nem Borka, igen. Bocsánat. Kávám spousty lidí, který nemají sílu mluvit, který nemají víru ve svý činy, dej mi být a úni, slova mi furt lítaj zuby, volně nemám chutě tlumit, nemám chutě dusit v sobě, nemůžu stát, když vím kudy. Reggelt, Ferenc. Jó reggelt. Jó reggelt, Einstein. Nagyon kulturált a izé, mintha a Honvéd folyosóján lennénk tényleg. Csak ott Hemingway képek voltak. Istenem, drága, gyere vissza Gyuri bár. Sose mondtad ilyet? Majdnem felsőházba vagytok. Mikor? Milyen felsőház után? Mikor van a kis most felsőházba? Hát, hogyha az Usztavkát is számoljuk. I feel like I'm Conor McGregor, get lost in the sauce and the shot at you haters. Yeah, we eat and we all getting traded. My squad going major, I'm on a hiatus. Lemegyünk, megnézzük, milyen a cseh reggeli. Angol reggelire vágyunk már egyébként évek óta. Jaj, terem is újra, hogy Gyuri az English beef, a gyerekek, hogy megőrül. Azt de undorító volt. Verme ty geri nevěděli mají smůlu, zolí o beton udělám ornou kůru, mý jméno znaj v každém hůru, jsem doma všude, moje hudba je můj. Ferenc, te ettél már színházban? Vagy pályaudvaron? Tu nevidím jedinej důvod lát, nebudu to dělat, mám svůj job prát. Chtěli by to zastavit, ale mají smůlu, už nejsem na zemi, stoupám svůj. Mennyivel volt jobb, mint a bacsi? Sokkal. Na most összeszedjük magunkat és bemegyünk a ködös Prágába, mert nagyon, nagyon köd van meg, szar idő. Dávno už neptám se, proč jsme každej den ve válce, proč je každej druhej zmrt a proč umírá se, proč je málo peněz za hafo práce, proč to lidi táhne k nenávisti a ne k lásce. Megérkeztünk már majdnem Prága belvárosában vagyunk, most be kell ugranunk a helyi Puma boltba, ugyanis kapunk két darab Slavia Praha mezt. Derülök, hogy jól mondtad most.
Jó, mert mindig szalviát mondok, és ez egy kicsit más jelent. A betyár jár mindenit. Tegnap jött egyes becsülseli. Ja. Hú, de ez az Újpest nadrágja, nézd, ami rajtuk van. Kajak ez a gatyája, az ének az ikit. Komolyan. Yeah. And I'm feeling hella, hella. I stepped in with Puma. And I'm feeling hella super. I stepped in with Puma. And I'm feeling hella, hella. Oh, thank you. Thanks. You don't know. Bye. Bye. Itt vagyunk Ferike Iglesias a Prágába. Nem messze a Four Seasons Hoteltől, ahol elvileg a Barcelona alszik. Egész nap izidán leszállnak. Hát figyelj, nem tudom, szerintem Piqué izé sudokuzik, vagy keresztrejtvényezik, mert általában az a legokosabb focisták egyike. Egy másfél órát azért kulturáltan eltöltöttünk ott. Hát, ha egy Tavez Bactalo Lionel Messi-t tudunk nyomni, de nem jöttek elő ezek, csak ilyen csírák. Aztán este 9-től meg meccs. Ja. És nagyon kíváncsiak leszünk, hogy mit tud csinálni ez a kis prágai csapat a nagy Barcelona ellen, akik egyébként óriási beszopták ezt a BL csoportot, nem? Hát szerintem ja, tehát a legnehezebb csoportba kerültek, mert azért már... Amúgy ez a Pumás csoport, csak jeleznénk, tehát hogy azért itt a Dortmund meg a Slavia Praha azért képviseli a nagymacskát. És igen, amikor volt a sorsolás, akkor tényleg adtak egy közelítő a Szlávia vezetőségéről, és hát csórók csak kinyugba, csak röhögni tudtak. Barcelona, Borussia Dortmund, Inter and Slavia Praha. De egy Gyurinak van egy másik elmélete erről, hát miért röhögtek ennyire. Nem kinyugba röhögtek, hanem azért röhögtek, hogy ó gyerekek, itt Inter lesz, Dortmund, Barcelona, hát akkor itt 2500 korona alatt nem adunk jegyet. Quite a challenging group actually. For this Czech team. Hát Prágáról néhány szót kell ejtenünk. Hát ugye tegnap estéről, igen. Finom volt a véres hús? Ne enni, gyertek ide. Barna Mártással, bazdmeg. Remélem ezt teszi a Barcelona is ma. Biztos, hogy vannak itt olyan helyek, ahol nagyon finomak a kaják, de mi tegnap beültünk egy ilyen autentik cseh helyre, tehát direkt nem egy ilyen izét kerestünk, valami franchise. Nem is kerestünk semmit, igazából az első létező helyre, vagy az első adandó alkalommal beültünk, ahogy láttunk egy olyan helyet, hogy itt van étel. Kijött a bosztani folytogató, megkérdezte, hogy mit szeretnénk, mondtuk, hogy vacsorázni, arra is csak ilyen flagmám válaszolt, aztán Gyuri mondta, hogy szeretne inni egy jó cseh sört, akkor kiröhögte. Tehát, hogy ilyen halál izébe volt, nagyon nagy képibe adta elő, és utána kihozott egy olyan ételt, amit én nem is tudom, hogy... Kutyának nem adnám oda. Édes Istenem, egy országba se ettem még ilyen szar. De én megettem egyébként, mert annyira éhes voltam, de ennek meg is lett ma a bőtje, mert annyira fájt a hasam. Tömegettem itt Feriben a Norma Flor. Hű, gyerekek, hát Norma Floron élek, és nem azt a kurva, hogy el van szédülve. Rommá van fosolva. Az. Hát mindegy, a biztonság kedvére ezért elmentünk a végén megízni is. Egy plázába. Vacsora csapó 2, megint muszáj most egy igazi cseh különlegességet megkóstolni, mert az előző helyen, hát ezt hagyjuk. Hát láttunk tegnap betrüffelezve egy embert a plázába. Baj már nem kicsi. Egyel több szállnére. Szét vannak, mint a Hős utcába. Oda is nem jött kicsi. A izé a biszti őr, hogy el akarja venni a telefonomat. Itt a baj továbbra sem kicsi. Odi beszívta a varázsdohányt, vagy a bagyot. Vagy a zenét. Ja, tényleg, ott egy olyan vicces párbeszéd zajlott le, tehát ez a police vagy security? A security, oké, okay, hello. Ezt, Gyuri ezt tudta képviselni. Kaptunk csodálatos Slavia Praha mezeket. Nagyon durvák. Mutass is meg egyet, Ferenc. Több, mint durva. Két okból nem veszük fel egy, mert nagyon hideg van ahhoz, hogy itt mezbe flangáljunk. Kettő. Hát október 23-án egy ekkora vörös csillagot egyébként egyikünk se fog a szíve felett hordani. Én először azt hittem, hogy akkor tényleg itt ekkora csillagot adnak a 10 bajnoki címért, de aztán rájöttem, hogy nem, adnak egy ilyet is. Ja. De hát baszott, csillag, nagy csillag. Ez azért nagyon erős. Nagyon kemény. Úgyhogy ezeket a mezeket majd közöttetek ki fogjuk sorsolni. Ha már ilyen nagy kedvet csináltunk hozzá. Így van. Csillagom! Ha szeretnétek Slavia Praha mezt nyerni, akkor kommentbe írjátok le, hogy hashtag Puma.
És mindenhol izéknek van. Ja, nagyon kemény. Na, úgyhogy most gyertek át velünk a Károly hídon. Vara. Na így néz ki, és Tom Hardy és a Pikibe. Yeah, is. Innen jelentkezünk Cseh Kondiliano külsőről. Zacsmanga gizonga sa, stracsolana maturna ka, stracsobatu te urna ka, spacsobanda nunborma. Egy címét ütöttem le. Ja, semmi, csak a radiátor törtön össze. Most jelen pillanatban 4 óra lesz, és este 9-es a mérkőzés, de még világosba oda szeretnénk menni a stadionhoz, és meg szeretnénk nézni, hogy hát a csehek hogy adják elő ezt az őrületet. Hogy fékszete? Dika. Ó, oda néz. Hát bátya, ez nagyon rossz csillag van, hogy nem. No, nem, thank you. Goodbye. Baszki, nekem a szláviai nem volt így a fejem, nekem mindig a Sparta Prága. Meg a Bohemians, meg stb. De ez a Szlávia 18-szoros cseh bajnok egyébként. Ja. Tehát azért van rajta egy kisebb csillag is, hogy már a 10-10 megvan bajnoki címből. És egyébként beszéltük, hogy mennyire durva csoportba kerültek, és amúgy ahhoz képest rettenetes nagy meglepetéssel indítottak, hiszen az Intert majdnem megverték Milánóban a első fordulóban, úgyhogy 93. percet tudott az Inter egyenlíteni. Oh! A második meccsemeket leadták a Pumás társnak a izét, 3 pontot, a Dortmund 2-0-al távozott innen. Azért mi is összetennénk a két kezünket, hogyha mit tudom én, a Kispest a BL-be egy ilyen csoportba bekerülne, hogy Inter, Dortmund, Barcelona. Hát meg az, hogy amúgy most így néztem az utóbbi években, hogy ez a Slavia Praha, akármennyire nem kaptam fel rá a fejem, de ezek stabilan ott vannak az utóbbi igen. években a nemzetközi porondon. Tavaly például negyed döntőig meneteltek az Európa Ligában, ami szerintem cool. keresztbe kasul össze-vissza leszoklán magunkat bármelyik magyar csapat érne ilyet. Hogy a végső győztes Chelsea az még csak őket. Hagyján, az még csak hagyján, de a Feri utána nézett, hogy alig van külföldi ja. ebbe a prágai csapatba. És ami ez azért... amúgy le a kalappal. Igen. Respect, West Side. Most elindulunk a stadionhoz nem sokára, és megmutatjuk nektek, hogy micsoda stadionja van a Slavia Prahának. Yeah. Két óra van a meccs kezdéséig, de már óriás tömegek vannak itt a Sinobu stadionnál, ami egyébként Hotel Eden, és megyünk, megkeressük a jegyeinket. Megvan online, de... Nem bízunk itt az online dolgokban, mert... Ott kellett raboskodnom a bosztoni folytogatóval, amíg Feri elment pénzt levenni. A McDonald's-ból kilóg a sor. Hű. Na, bejutottunk a Slavia stadionjába. Óriási megpróbáltatások árán. De volt náluk kézi. Gonalkód leolvasó, úgyhogy... És nem vették el a handlert, mint Amerikában. Nem is volt esélyük, mert benne yeah. volt a pöcsömnél. Yeah. Úgyhogy... Igazi Mitrovicsnak éreztem így, magad, így, Mitike volt. Ja, Mervo Mitrovics. Figyelj, nézzük meg, hogy propellerezik a harmadik lábával. Ez tényleg kiemelkedik. Yeah. Oda néz, Kolbász, Sausage Factory. Pont a barcelonai vendégszektor mellett vagyunk. Én reménykedem egy ilyen 4-5-0-ás Barcelona parádéba. Ja, volt már itt, azt mondtam neked, egy messzi, már 5-3-as.
Pilsen elleni meccsen, amit itt játszottak. Viktóriában? Aha, 0-4-et. Fabregas is messzi most a fel. Fabregas meg a spanú, ugye? Szeszt, sorry, kell mit egy kapit sem. Gyere fel, így gyere. Ez a te bandádat erősít. Hello. Ő farokkal jött. Én seg. Megrepett a vízét, csésze. És csak hallomásból tudjuk, hogy itt majdnem egyet a Slavia. Tehát nagyon érik a hasonlóan. Amúgy azt tenne jót a meccsnek, ha kiegyenlítene a Slavia. Transz! Is volt, ótvar. Tényleg voltak? Hát látod. Nagyon, alapján annyira ettünk. Az a lényeg, hogy Manco Cano a öngól szerzője. Hogy úristen, de jó lenne, ha lenne egy ilyen magyar csaták. Nagyon kemény volt, tényleg le a kalappal, nem tudjuk eleget mondani. Most nem láttuk ezeket a nagy flip-flopokat, semmi, csak az, hogy fizikailag olyan szinten rátelepettek a Barszára, hogy hibára kényszerítettek ilyen vidáokat, bebőrözték a vidát, meg a Messit, becsúszva szerelte Messit a csávot, unokájának azt meséli szerintem. Úgyhogy tényleg, nagyon durva, nagyon jó élmény volt, nagyon jó meccset láttunk, úgyhogy köszönjük a Puma Magyarországnak, hogy ezt elintézték. Ott is van. Úgy is indítottuk az egész utazásunkat, hogy
Cristiano Ronaldo-t láttuk tavaly, idén pedig Lionel Messi-t. Hát igen, élmény volt nézni ezt a palit is. Tehát, hogy... Ő a harmadik percre letette így a kötelezőt. Ennyi volt most így benne így a Force 10 után. Messi ez nem lesz benne a GoPro-ba, tudod, nagyon bele kell nagyítani. Suarez meg amúgy úgy láttuk, hogy szar. Zitzert hibázott. Igen, az összefoglalóban meg... aztán kiderült. Hát én szerintem a Nwankwo Kanunak az öngólját, az Suarez zsenialitása volt, hogyha így akarta, mert onnan nullszögből csak úgy tudta berakni, hogy azért a csöcsére rugja Kanunak, és tényleg, mert az tényleg, hogy... Kanu? Dehogy is, ez hát Zola egy akkor azért mondjad jó, neki, mennyi, csak nekünk azért... Kanu, de mi azon rögtünk, hogy lehet, hogy ez az 55 éves Kanu egy ja, új személyével. Meg egy új disznó szívvel. Nwankwo Kanu! Óriási volt ezt látni, nem és... Nem óriási Dembele. Az mekkora, nem? Az nagyon, fú, nagyon, gyerekek. Nagyon, nagyon. A nyolcadik sorba ültünk, és amikor kijött szögletet rúgni, a feje egy vonalba volt velünk. Igen. Maybe if I spell it out, big boy. Meg jó volt, hogy Rakiticot is becserélték, tehát én amúgy őt is csípem, attól függetlenül. És egyébként minket. Nekem, aki elvitte az előadást, az az öreg Piki. Az öreg Piki, gyerekek! Turizmat Teló Gerard! Tudod, mondja itt a Csevédinek, itt ott közöttünk. Többek között még az is különbség, hogy te kivered Sakirára, nekem meg Sakira veri ki. Baka! Nehogy Isten, jövőre bármelyik magyar csapatnak besorsolják a Slavia Prahát, annak game over. Frommá fossá budjál verni, bármely. Hát de még a válogatott az is. Igen, hát pont azt mondtam ott a meccsen, hogy a válogatottunk nem tudna 2-1-re kikapni a Barcelonától. De még a Slavia Prahától sem. Hát igen.